Sziasztok! A teljes nevem Kalanics Rodelinda, de a legtöbben csak Rodinak ismertek. Amikor beléptem ezen az ajtón, két dolog volt biztos, el fogom kezdeni és be fogom fejezni, hogy köztem mi lesz, az fogalmam sincs. Körülbelül ugyanez van a ez földi inkarnációnkkal is, meg fogunk születni és meg fogunk halni. És hogy köztem mi lesz? Nos, az egy szabadon választott dolog. És ahhoz, hogy ezt a szabadságot valóban meg tudjuk élni, én úgy gondolom, hogy szükség van egy belső útra, amihoz viszont szükség van egy külső formára. Ahhoz, hogy ez az irányvétel kinek milyen külső formát jelent, az mégis is mindenkinek a szabad választása. Én ezt a külső formát a zen gyakorlatban találtam meg, és mivel ti is itt ültök, valószínű ti is. Amikor elkezdtem úgy körülbelül 3-4 éve a zen gyakorlatot, akkor kezdtem el szembesülni azzal, hogy ami megjelent ma bennem, ez a gondolat rengeteg és érzelem rengeteg, ez tulajdonképpen én így a mintáim és az eddigi tapasztalataim során így gyártottam magam köré, mondván, hogy ez majd biztonsági hálót jelent a mindennapjaimra. Itt kellett megtapasztalnom, hogy ez nem így van. Egy hasonlattal szeretném ezt így megmutatni, mit jelent nekem ez a gondolattömeg. Ez számomra olyan, mint egy hatalmas folyó, amiben, ha benne vagyok, akkor többféle dolgot csinálhatok. Úszhatok vele lefelé, úszhatok vele szembe az árral, elkaphat az örvény, ami lehúzhat, illetve aztán feldobhat, de hogy ez mind-mind újabb gondolatokat, újabb érzelmeket és újabb kihívásokat jelent. Az zen gyakorlattal az sikerült meglátnom, hogy a gondolatokkal semmi baj. Az a lényeg, hogy én mit csinálok ezzel a folyóval. Amikor beülök egy meditáció során a Dharma teremben, akkor tulajdonképpen ezzel a folyam rengeteggel találom szembe magamat, megélem, amikor elragad, megélem akkor, amikor lehúz, megélem akkor, amikor feldob. És a meditációk során azt kellett megtapasztalnom, hogy mi lenne, hogyha kimásznék ebből a folyóból. Kimásznék, és csak leülnék a partjára. És nem hagynám, hogy ez a gondolat rengeteg, ez így fogjon, és elvigyen magával, hanem csak, hogy lássam. Lássam, hogy ott folyik, de azáltal, hogy kimászok ebből a folyóból, mert nem csak ezt a gondolat és érzelem rengeteget fogom észrevenni, hanem talán esetleg észreveszem a körülötte lévő dolgokat is. Azt is, hogy mások is ülnek ennek a folyónak a partján, a szokásos kis zen mondatot is, hogy kék az ég és zöld a fű, talán ezt is észreveszem. És ezáltal egy szabadságot jelent az, hogy hogyan látom ezt a gondolat folyamatot, ezt az érzelem folyamatot, és hogyan látom a saját környezetemet. A jó hír az volt, hogy ez a gondolattömeg, ez nem probléma. Csak tudnom kell, hogy mire használom ezt a folyót. Tudnom kell, hogy amikor szomjas vagyok, akkor belemeríthetem a kis poharamat, és ihatok belőle. Tudnom kell, hogyha úszni akarok benne, úszhatok benne. Tudnom kell, hogyha mosakodni akarok benne, vagy mosni akarok benne, az is rendben van, csak tudjam, hogy arra használom azt a gondolat és érzelem rengeteget, ami ebben a folyóban megjelenik. Akkor, hogyha benne vagyok, akkor annyira el tud vinni ez az egész, hogy nagyon nehezen lehet tapasztalni a környezetet. Sőt, azt is nehezen, hogy bennem mi zajlik le, csak visszazár, és aztán néha megpróbálok szembeúszni, néha megpróbálok kikapaszkodni, de hogy egyszerűen csak megpróbálni kimászni, mert az sem könnyű. Ahogy gyakorlok és gyakorlok,
és mindig megpróbálok kimászni és kimászni a partra, mert hogy azt, hogy én ott kint üljek folyamatosan 24 órán keresztül a parton, az még nem. Az nem tudom hány év gyakorlat és hány év meditáció, hogy ezt valamikor is elérjem. De ezek a tapasztalatok, amik a becsúszással és aztán az újbóli kimászással jelentkeznek, ezek mind-mind adnak egy új és újabb esélyt, hogy újra kezdjem azt, hogy megtapasztaljam ezt. Ez volt számomra a zen gyakorlat során a legfontosabb mondat, hogy mert én hajlamos voltam rá, hogy mindig hibáztassam magamat, hogy na, tessék, megint visszacsúsztam, most megint kezdhetem előről, megint ki fogok mászni, aztán megint visszacsúszok. De hogy ezt nem kritikaként kell most már megélnem, hanem egy új lehetőségként. Új lehetőségként esélyt adva magamnak, és esélyt adva ezzel a környezetnek is, környezetemnek is. Amiről még szerettem volna mondani néhány dolgot, azt hogy mindezt, ezt, ami itt a meditáció során megjelenik, ezt hogyan, sokszor elhangzik, hogy igen, itt ülünk bent a teremben, csináljuk a gyakorlatot, itt még valamilyen módon szinten működik, de aztán felállunk, kimegyünk, és akkor most hogyan is tovább. Az a tapasztalatom, hogyha ugyanezt ezt a folyóból való kimászást és kiülni a partra, ezt ugyanúgy meg tudom élni kint a hétköznapi feladatokban is, akkor ez nagyon sokat segít. Akkor jelen tudok lenni az adott cselekvésben, mondjuk például a konyhában főzés közben, ahol bevallom, nekem egyszerűbb is a cselekvésben jelen lenni, mint a meditáció során végig a gyakorlatomat tartani. Jobban ott tudok lenni, és arra figyelni, de amint visszacsúszok a folyóban, az rögtön jelentkezik címmel. Megégetem a kezemet, elvágom az ujjamat, más fűszert teszek az ételbe, mint ami valójában szükséges bele, ezáltal születnek újabb és újabb ételek. Tehát itt is mutatja, hogy egyáltalán nem kell ezt sem negatívként megélnem, hogyha egyszer visszacsúszok, hanem fel kell állni és újra elkezdeni. Én a gyakorlaton kívül van egy fontos dolog még az életemben, ez a festés, ami tulajdonképpen ugyanolyan zen gyakorlat számomra, mint a dharmateremben való meditáció. Ott is megvan a forma, a technika, hogyan állok a vászon előtt, hogyan festek az ecsettel. Ugyanúgy megvan, hogy egyenesen állok, a tantyérre figyelek, a légzésre figyelek, hogyan veszem fel a vizet az ecsettel, és hogyan viszem fel a vászonra. Mielőtt a gyakorlatot kezdtem, ez számomra nem volt tudatos, de tényleg nagyon sokat gondolkodom, és nagyon részletorientált vagyok. Ez a festésemben is sokszor megjelenik. Amikor azt veszem észre, hogy már csak ilyen nagyon közelről, mint ahogy Szunyim is szokta mondani, hogy az órom a festékben és a vászomban van, próbálok festeni, akkor rájövök, hogy nem látom, hogy mit csinálok. Az adott részletet festegetem, próbálom tökéletesíteni, és közben totálisan megfeledkezek a környezetről. Hát tulajdonképpen ezt ugyanúgy tudom megélni, mint amikor becsúszok a folyóba, és a részletorientált és gondolat és érzelem tengerben elveszek a környezettel való kapcsolatban. Ilyenkor van az ott is, hogy hátra kell lépni kettőt, és aztán utána megpróbálni az egészet látni. Egész más világ nyílik meg előtte. Mindezzel, amit így most így megpróbáltam elmondani nektek, azzal csak azt szerettem volna az én saját tapasztalatom alapján elmondani, hogy,
hogy a zen gyakorlat egy folyamatos tapasztalás, és az, hogyha már belépsz a meditációs terembe, az már egy bátorság. Az, ha leülsz, és végig tudod csinálni az 50 percet úgy, hogy a gyakorlatodra igyekszel figyelni, az szintén egy bátorság. A következő lépés, hogyha utána, ami a gyakorlat során felbukik ebből a folyóból, azzal is szembe mersz nézni, akkor ez már egy még egy következő lépés. Számtalan ilyen dolgot tudnék még így, most így, ami így a mai 28 verzió során felmerült elmondani, de igazság szerint, hogyha most ezzel a kicsi rövid bevezetővel bárkinek is tudtam egy olyan mondatot, vagy egy-két olyan szót mondani, amit segíthet, akkor számomra ez egy hihetetlenül fontos dolog, mert nekem ez egy nagy lépés, hogy most én itt ülök, ez is a zen gyakorlat eredménye, és a hosszú gyakorlat eredménye, hogy egyáltalán itt ülök, és most nektek próbálom elmesélni a tapasztalataimat. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket, és mindenkinek nagyon jó gyakorlást kívánok.